Sziasztok, sziasztok, Ádám vagyok, mindenkit üdvözlök a csatornán, és hát az előbb raktam fel ugye a Mercedes-Benz Big Stars modot, mármint a YouTube-ra, most töltöttem fel azt a videót, de már egyből vágok is bele a következő modba, ami nem más, mint egy tandem mod. Ha nem tudjátok, mi az a tandem mod, az mindjárt, akkor mindjárt megtudjátok. Szóval még annyit hozzá, hogy az elkövetkező időben még kettő darab ilyen modot fogok majd kipróbálni, vagy még kettő videót fogok csinálni. Másik kettő modról, ha jól számoltam. Bár az elkövetkezendő napokban még egyelőre nem fogok tudni több videót feltölteni, mivel sulis táborba leszek, úgyhogy ez van. Meg egyelőre csak ebből a játékból tudok videót csinálni, meg hogyha letöltöm akkor az Unturnedből, mert ugye a többi játék az a másik... az profilomon van, Steam-es profilomon, úgyhogy azért nem, még egyelőre nem töltöttem le. Na, és ezt a tandem modot, ezt kamionra lehet felrakni. Na, de a változatosság kedvéért most nem Volvo-val leszünk meg, ugye nem a Mercedes-szel, hanem legyünk mondjuk egy Iveco-val. Azzal már nagyon rég csapattuk, szerintem még soha, talán, bár ez kétségbe van, nem? Nos, és egy ilyen nagyon jó kis Iveco-val legyünk. Van ugye a Stralis meg a New Stralis. Igen, nekem ez jobban tetszik, nem tudom miért. De nekem ez jobban áll. Na, és akkor nézzük meg, ugye ideig van az alap, a basic, a default, és akkor innentől lehet már tandemezni, ugye van két tengelyes, ez a sima, van három tengelyes, de az egyik az pótkerekes, talán. Nem tudom, mi a különbség a kettő között. Passz. Aztán van ilyen. Fel lehet rakni a hátsó kereket, ugye. És akkor ugye van a négy tengelyes. És akkor ez a legbonyolultabb, vagy a legnagyobb. Igen, és akkor tudjátok, a tandem track az, amikor nem így simán van, mindjárt. Van ez. Nem így simán van, hogy ráraksz egy pótkocsit, hanem maga a kamion a pótkocsi, de ezt mindjárt meglátjátok. Csak még egyelőre nem ott tartunk, akkor marad a default motor, default váltó. Belsejesen változik. Ugye itt semmi különbség nem lesz, csak annyi, hogy tandem lesz, az kész. Milyen legyen? Maradjunk a narancssárgánál szerintem. Na, itt legyen egy villogó, ide nem kell semmi sem. Jó, itt maradhat minden ugyanaz, ami volt. Ilyenek nem szükségesek, hanem igazából a lényeg az szintén még mindig nem ez. Kipufogott. Na, és még ez sem álltok itt. Lehet rakni ilyen dolgokat, de ezek már külön tandemre specializálódtak. És várunk, hol lehet ezt megnézni? Itt. Nem itt. Itt. Nem. Itt lehet. Na. És akkor a lényege, hogy biztos láttatok már ilyen kamionokat. Mondom, hogy így rá van rakva. Skineket, azokat biztos lehet variálni, én még nem jöttem rá, hogy lehet, szerintem külön mod van rá. És látjátok, hogy van ez a... Mi ez? Ez a sima ponyva. Csak annyi különbsége, hogy itt alul ilyen színezett. Aztán van ez a kemény pót.
van ez a másik fajta, ugye ezt is lehet színezni. Van ez a konténeres, meg ugye ezek. Még ezek vannak, ez a benzinás vagy milyen. Na szerintem maradjunk egy mondjuk egy ilyennél. Mit szóltok hozzá, szerintem ez így megfelelő lesz nekünk, úgyhogy belül semmi változás nincsen. Oké, és akkor megerősítés, és becseréljük ugye, mint az előző részben. És hát gyanítom, hogy ilyen modot még nem nagyon használtatok, hogyha használtatok, akkor használtatok, ha nem, akkor most láthatjátok. Csak remélem nem fog kifagyni a játék. Hú, micsoda lagod. Ja igen, nem fért ki a hátulja, ezért kicsit bebugzódott. Na, szóval így néz ki. A menet teljesítményben meg semmibe se változott igazából. Na, de mivel így még így önmagában nem lehet semmit se szállítani, mert ez így teljesen üres, ahogy ami benne van, hanem kell hozzá valami trailer még hozzá. És akkor attól lesz ilyen dupla pótkocsis, és ehhez van is egy mondani való, mert fogok majd leírásba kirakni egy olyan linket, amiben lehet dupla trélert rárakni, legalábbis a készítők azt írják az egyik ilyen fórumunkba, hogy fognak talán majd nyárra csinálni egy ilyet, ha jól emlékszem, ilyen mondott. Na, és akkor látjátok, megváltozott a pótnak a kinézete is, mert mindegyik ugyanolyan igazából. Na, szerintem válaszuk az egyiket, igazából nem fogjuk végigvinni, csak felvesszük, azt meglátjuk. És egyszer már ezt a modot kipróbáltam, szóval, és ha jól emlékszem, akkor elég nehéz felrakni. Na és ilyen dupla, látjátok, ilyen dupla, hoppá, fék nem fogott. Ilyen dupla trailer tulajdonképpen. És a készítők is ezt majd meg fogjuk csinálni, mondom, a fórumunkba írták bele. De ott nem ilyen tandem lesz, hanem rendesen meg lesz csinálva, hogy rendes kamion, trailer, és még plusz hozzá, még egy trailert rá lehet csatlakoztatni. Pontosan nem tudom az, hogy lesz, meg nem akarok hülyeséget mondani, szóval majd a linket azt kirakom. Na, ezt mondom, elég nehéz felrakni, és fogalmam is, hogy... hát elég nehéz, igen. Vagy bonyolultan lehet felrakni, mert ha jól tudom, úgy lehet, hogy rátolatsz a pótra pontosan, és hogyha üresbe majd előre menetbe rakod a kamiont, akkor utána tudod csak. Szóval, hogyha tolatásban van, akkor nem lehet. Ez érdekes. Na, és kicsit hasonlít egyébként a forgócsámolyos pótra, hogy itt elnézegetitek, meg én is. És látjátok, dupla pót. Nos, ez szerintem egész jó, bár nem ezzel a skinnel, hanem mondjuk valami default skinnel, ami a játékban is benne van. Na, és akkor tulajdonképpen így lehet szállítani dolgokat. És akkor nézzük meg ezt a tükörben is, hogy néz ki. Látok, az egér kicsit mocorog, úgyhogy... Ja, meg a tükör az nincs pontosan ugye beállítva, meg hasonlók. Nem mindegy igazából, szóval, hogy... ugye hosszabb. És kicsit nehezebb ugye irányítani. És igen, és hogyha bekerül, akkor nem egy DLC-be kerül bele. Most vissza a készítőkhöz. Hogyha bekerül ez a mod, akkor nem DLC-be meg hasonlók, hanem egy teljesen ingyenes, ilyen nagyobb frissítés lesz. Igen. Szóval így néz ki. Szerintem nagyon szépen meg lett csinálva, csak mondom, másik skinnel jobb lenne. Erre nagyon nem tudok mondani semmiféle ajánlatot, vagy
ilyen véleményt mondani. Szerintem ez úgy, ahogy van, ez teljesen szépen meg van csinálva. És ha szeretitek a hosszabb trélereket, vagy kicsit nehezebb pucállítást, akkor szerintem ezt tudom ajánlani nektek. Meg szerintem ez elég szépen meg lett csinálva. Igen, annyi a baj tulajdonképpen, hogy elég érdekesen lett ez a dolog megcsinálva, hogy lehet rá csatlakoztatni, nem könnyű egyáltalán. És hogyha nézitek a féklámpát, akkor teljesen egyszerre gyúlnak ki, szóval még az sincsen, hogy nem gyúl ki ez a hátsó fény. Megnézzünk egy fordulást tulajdonképpen, még azt akartam megmutatni. Ezt már láttátok a telepen. Jaj, ezt nem láttam. Ez érdekes. Na figyeljetek, szóval itt van ez az alap. Mondok, csinálok szerintem egy képet, ez így... vagy majd a végén. Csinálok egy ilyen képet, aztán maximum nem ezt fogom berakni. Szóval egy ilyen fordulást figyeljetek meg. Mondjuk nem tudom milyen módban vagy kamera nézetben mutassam meg. Szóval, hogy... látjátok, nem ér hozzá az első put a hátsóhoz, úgy fordul. És ha teljesen bebicskáztatod, akkor sem akadnak meg egymást. Ez tök jól meg van csinálva különben. Ez tökre tetszik ebben a módban. Itt meg kell állni. Még simán mentem volna tovább. Micsoda érdekes duda hang. Szóval még egyszer megmutatom, hogy mondjuk valami kisebb területet kéne találni, ahol megtudhatnám fordítani. Szerintem ez is elég alkalmas. Szóval, hogy így teljesen be lehet... teljesen be lehet fordítani. Tolatás nélkül is, csak ugye én neki mentem a bóján azért. Szerintem ez nagyon szépen meg lett csinálva. Többet nem tudok róla mondani. Kirakom a letöltés linkjét meg a készítőknek, amiben nyilatkoztak erről a frissítésről, mármint hogy ami lesz belőle. De szerintem ez tök jó dolog, meg már csomóan várták. Meg ugye ez valóságban is van ilyen, hogy dupla trailer. És ugye mondom még egyszer, hogy nem így lesz benne, ahogy ti látjátok. Mármint ahogy ebbe a modba benne van, hanem hogy egy kamion és két külön trailer. Szóval nincs így egy beépítve. És szerintem ez egy ilyen tök jó dolog. Na. Hát ennyi lett volna szerintem ez a videó, úgyhogy én itt meg is állítom a kamiont. Szerintem érdemes letölteni egyszer-kétszer kipróbálni így fuvarban. Nagyon-nagyon szépen működik. Úgyhogy én szerintem így elbúcsúzok. Na. És akkor még egy pár ilyen modot még most videózok, aztán majd csak lesz valami. Na jól van, akkor köszönöm a figyelmet, Ádám voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!